Jó reggel, Vietnám! Sziasztok, gyerekek! Hát mi az az árnyékfejű keeper itt van a sarokba benne? Csá, egyébként. Keeper nagyon szeret mindig egyébként spontán kezdeni videókat, de komolyodjunk meg. Hajime. Szóval az a szituáció, hogy szeretek kipróbálni különböző új címeket. Aztán most hoztam nektek egy ilyen csodálatos játékot, amelyik ugye fogja verni az RTS 2-t, csak úgy zuharik. Jó van, nem kell egyből betámadni a Keepert. Nagyon sok RTS 2 fan már itten topzódik. Keepernek le akarják tépni a tökét meg mindenét is, de nyugalom van, a hosszú élet ritka. Csapjuk neki, gyerekek, kipróbáljuk ezt a játékot. Elvileg az a címe, hogy Alaskan Road Truckers, amiben egy csomó olyan dolog is van, ami a ATS-ben nincsen. Például ki lehet szállni a járműből, gyerekek, ami szerintem már egy jó dolog. Egyébként először készültem, hogy így beöltözök ilyen truckernek, csak nem tartom kockás inget, pedig egy Nokia 5110-est már ide hoztam, faburkolatot rácsaptam, azt mondom, akkor ezzel veszik fel a munkákat, de nem sikerült. Na, figyeljetek, csapjuk bele a lecsóba, nyomunk egy jó gémet, remélem nem hangos a játék, vagy nem Hulk, vagy valami csoda. A hajátok is azért pöngetik itt a grit. Na, kör karakter választunk. Nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem maradjatok itt velem, mert ez a játék, ez ígéretes. Ez jó. Képzeljétek, ki lesz szállni a truckból, vagyis a kamionból, úgyhogy már egy. Honnan nézzetek, öcsém? Hát egy ilyen csávóval kellene lenni. Hát mindjárt várjál, mindjárt hozom az asszonyverőt, hallod, fölveszem én is, az is jó lett volna. Valami jó kis ruhadarab. Mi legyen a nevünk? Józsi az úthengeres, jó? Józsi, legyünk csak Józsik, aztán ez már nekünk csodálatos. Good morning, truckers of Alaska. Josh from Truck Stop Radio here. It's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. So it's your last day, huh? Here are your keys. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. I heard the previous owner left a welcome package at your new place. Maybe it's something useful, although myself, I'd rather get a cake. Watch out for possible weather changes, but don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Mi volt ez, gyerekek? Hát miről beszéltek? Figyeljetek, be lehet menni épületekbe, és akkor azt mondja, hogy szerezzünk szerszámokat, volt ott a stílfűrész is. Lehet benne fárvágni, lehet, hogy el lehet akadni, meg ilyesmi. Nagyon érdekel egyébként, néztem róla néhány screenshotot. Na várjatok, olvassunk egy icipicit, olvass a képer, aztán akkor utána már csapjuk is neki, jól van? Remélem, hogy a facecam nem fog semmit kitakarni, hogyha esetleg igen, akkor majd változtatunk rajta. Igen. Hogy igen. Hoppá, és elvileg vannak évszakok is, az is egy érdekes lesz. Aha, reputation-t kell elérni, és pénzt, akkor reputation-t is lehet. Keresünk munkákat, állokoljuk a licenszeket, és a perkeket, tehát akkor skilleket is lehet tanulgatni majd. Építsük meg a mi főhadiszállásunkat. És kosztimozáljuk a mi trackunkat, ami szerintem van egy jó dolog, hogy ennyi minden van benne, oké. Okay. Azt mondja, hogy kövessük a tutoriált. Nagyon jó. Nagyon jó. Enni kell. Baz, enni is kell, meg minden. Ilyen, kicsit ilyen Survivor game-es dolog. Nyomunk egy hosszú helyet, azt meglássuk, hogy mi történik itt, gyerekek. Na. Oké. Okay. Hó. Hát ezt nem szoktuk meg egy ilyen truckeres játékban, nem gyerekek, hogy azt a bőtjár, oda nézze, milyen jól néz ki minden. Ott vannak a hölgyek, nagyon messze, azt nem mondjátok, be lehet menni az épületbe is, hogy vigye ide. Ó, van egy jó kis minimapunk, várjátok ezt egy kicsit lehet, hogy odébb rakjuk. Ha lássátok, jó? Hogy a minden oké. Okay. Jaj, így a legjobb, nem lássátok a képer csúnya pofáját. Már is jobb egyébként, nem értem, hogy sikerült ezt úgy beállítanom, hogy most vannak ilyen árnyékok itt. Le fogom venni a kamerát, azt a bőtyár, mit csinálsz a képer? Na, hát ez meg most, ez még szarabb lett. Jól van, hát a fényeket lehet, hogy én meg kellett volna megcsinálni, ugye? Hát ez most jó árnyékos lett a Keeper pofája, de szerintem ezzel csak nyertek, nem vesztetek vele semmit. Jó, akkor verjük neki, mit kell csinálni? Nyomjuk egy F1-et, azt mondja.
Controls. Jaj, nehogy már... Ó, várjál, nézzük meg. Controls, oké. Okay. Track. A trackot meg kell javítani. A, elvileg még ilyen szerelős dolgok is vannak benne. Player skills. Jó, item storage. Lehet tárolni dolgokat. Aha. Buying track. Game save. Lead. Meg lehet halni, gyerekek. A reputation rendszer, gearbox, ó, jó van. Figyeljetek, keeper az már most pro. Ugye körülnézünk, hogy mit lehet itt csinálni, jó? Figyeld. Ezért már lejátszóval, jó azt mondja, már szóba lehet állni. De hát hagyjuk is ezt egy kis, ki lehet nyisni ajtót? Egyébként arra nagyon mutat, hogy azzal kellene kommunikálni, de most én itt a kertiszéket megnézem. Lopom a poroltót, figyeljetek, körülkörre nézni, nem? Aztán jó azt mondja, utána beszélgetek. Hát nem hiszem, hogy nem lehet sehova bevenni, lehet, hogy később egyébként be lehet. Jó néz ki az a játék, gyerekek. Nagyon tetszik a képernek. Aha, nem tudom, melyik lehet az én trakom. Van egy itt autók is. Hú, de jól megvan, ez jó. Jó. Jó néz ki, gyerekek. Jó néz ki az a játék. Figyelj. Igazából akkor gyalogszerrel is így végigmehetsz bárhol, gondolom, mivel ki lehet szállni a trakból. Tehát elég részletesen meg kellett csinálni akkor környezetet ahhoz, hogy... Lehet, hogy egy kicsit lejjebb halkítom a játékot, mert hallom, olyan lépés hangjai vannak, hogy belemeg a talaj. Na, beszéljünk a hölgyeménnyel, jó az, hogy aztán valami lesz. Aha. Egyébként itt van, nézzétek, hogy 12 óra 08 van, és mutatja, hogy most van nyár eleje, ugye. Szárazok az utak, mínusz 4... 43,8 Fahrenheit van, nem Celsiusba méri. Aha. Uh-huh. Így van, hogy 250 mérföldre köllene elvinnem ezt, ugye? És akkor ki lehet választani. Accept job. Hogy kell kiválasztani? Mire kell kattentani? Hát ez van, ugye? Ó. Kiválasztottuk, gyerekek! És akkor kapcsolja fel a trailert, azt mondja. Aha. Ott kell vinni valamit. Hát figyeljetek, egyből belevágtunk itt a dolgokba, bár azt lehet, hogy nem kellett volna. Ott van, hogy 5 óra 3 percem van, hogy elvigyem azt a trailert. De várjatok, itt körül kellene nézni. Úristen, miért nem néztem körül? Tök érdekes, van bót is. Biztos lehetne venni dolgokat. Jaj! Megőrülök. Jó az a játék, nem? Amikor így bejössz egy játékba, és így érzed, hogy na hát ez nem lehet szar. Na, és hogy kell fölcsatolni? Ne haragudjál meg, tesó. Aha. Hú, hát ez hangos volt, bazze. Picit még halkítok rá, gyerekek. Olyan zuhant a fejem, majdnem kiszakadt a dobhártyám. Mit kell? A kábeleket is be kell csatolni, oda né. Mit? Mit csináltál? Aha, mit kell? Ja, switch side. Át lehet menni másik oldalra. Jó, mert nem akartam átmenni. Aha! És itt be kell kötni a kábelt, de hát hosszan nyomom a lehet, de nagyon nem akar történni semmi se. Meg kell fogni, bazze, figyelj, azt a betyár van keze a csávónak! Rohadt jó, de vissza lehet csattintani, vagy pedig ide bekötöd. Hallod? Azért itt nem vannak komoly dolgok, nem? Szoket, elérjük. Ki van tetoválva? Tudjátok, a tetovált motoros csávóval lettünk. De jó. És most föl kell csévélni, mutatja. Hogy kell innen lelépnem? Mert itt most bele vagyok itt elizajövel. De én ki akarok... Aha. Ja, le lehet lépni, oda fölléptünk, gyerekek, föl lehet ide lépni. Nem hiszed el, és most föl kell csévélni a izéket, támasztókat. Hát ez milyen részletes már? Ez tetszik. És nehogy már izé nem is kell. Hú. Az nagyon komoly, gyerekek. És hogy kell innen kilépni? Stand. Aha, felállok, jó. Szuper! Úristen, de jó ez a cucc. Oké, okay, sikerült beülnem, és itt most már nincs az a csomogás van, az előbb volt valami olyan. Oké, okay, és mit kell? El kéne indítani. Ignition. Miket lehet itt? Még itt lehet egy csomó minden, figyeld. Handbrake. Itt tudod kattintani. Rádiót be tudod kapcsolni.
Ott van egy, ott volt valami. Mi? Ja, napellenző. Egyébként van egy kis ilyen FPS dropom, vagy nem tudom. Jó, hát indítsuk el. Kéziféket ki kell engedni. Igen, és akkor menjünk arra. Mivel? Van külső rélet? Kíváncsi lennék. Ha van. Gyerekek, ez marha jól néz ki, hallod? Van egy ilyen hátsó nézet, oldalsó nézet. Jó. Tükrök működnek. Hú, itt elvileg aludni is kell, meg minden, tudjátok. Jó. Megyünk neki, gyerekek, veressük. Merre kell menni? Mutassa. Ó! Juhúú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 ú
Hú, de hogy megindul, amikor rálépsz a gázra, az rohadt jól meg van csinálva. Hú, meg így dölöngél a karakter is, tök jó, nagyon tetszik. Figyeljetek, hogy megindul, amikor rálépsz a gázra. Mondjuk itt nem látni, de így emeli az elejét szinte. Na, és merre kell mennünk, vagy valami csoda, nem? Ja, ott van bal oldalt alul egyébként a kaja szintünk, a pia szintünk. Nem tudom, merre kell menni. Meg kéne néznünk a mapot. Mert akkor álljunk meg. Belököm a kéziféket. Oké. Okay. És akkor akárhol ki tudsz szállni? Ez nagyon durva. Gyárekek, ez... Jaaa... RTS-ben egyébként egy ilyet el tudnék képzelni. Figyelj, mit lehet? Basszus, ki lehet cserélni az égőket, meg minden. Figyeld! Mik ezek? Azta! Olaj! Jó, menjünk le innen, hallod? Megőrülök, ez nagyon komoly. Hogy kell ezt... Hogy kell lecsukni? Csukjuk le vissza? Szálljunk le innen? Oké. Okay. El nem hiszem, gyerekek, mi ez a játék, hallod? Ez rohadt jó, és mi? Még az indexeket is, az indexet ezt levegeli. Jó, vigye, megyünk, csak meg akarom nézni, hol van térkép. Hova kell vinnünk vajon? Van valami célállomás? Logistic location. Oké, az nagyon jó nekem, de hova kell vinnem ezt? Nem mutatja esetleg? Pump station, úristen, várjál. Hova kell vinni? Refinery equipmentet kell vinni a PH Definery be. Be! PH Definery, most aztán találd meg, hol az anyám valagában van? És bár most ez na... Ja, mutatja azok a kis pontok! Ó, nem tudtam mik azok a kis pontok a minimapon, de ma mutatja. Jó van, csapjuk neki gyerekek. Hoppá, mondjuk lehet, hogy a kéziféket nem ártana kiengedni. De egyébként nagyon laza a csávó, apám. Ez nagyon jó, gyerekek. Jó hangja van a gépeknek. Na figyeljetek, menjünk akkor. Mutatja a szelet, mindent is, gyerekek. Figyeljetek okosba. Egyébként nem akart, hanem az irányítás kicsit... Jó, nem nagyon találtam el, hogy merre kell menni. Váltanom nem kell, ugye? Úgy mondtál, jó. Már hatodikban vagyunk. Úristen, ez egy... Ja, és mutatja, van egy ilyen kis GPS-ünk, hogy merre kell fordulni, de az... Oszta! Van forgalom! 40 mérföldes tábla, tuti vannak yardok. Ez a játék! Ez nekem, engem már most legyűgözött, rohadt jó. Ja, és középre rak a kamera. Egy idő után elengeded, figyeld. Elengeded. Még lehet, hogy innen nem. Hanem csak így, hogyha nagyjából középre orientálódsz, utána akkor így fölemeli a fejét. Logging, ó, van itt minden is.
A 42, aha, és akkor most berakott középre. Nagyon adja, nagyon imádom. Menjünk. Még elvileg van 3 óra 57 percük. Hát egy kicsit megsérült a rakomány. Hú, hát ez nagyon tetszik. Gondolom lehet turingolni a kamiont, lehet. Hát gondolom ez az alapkamionunk, gyerekek. Ez is már egy tök jó cucc. Biztos vannak ilyen rohadt jók. Meg gondolom, hú, változnak az évszakok. Ugye az nagyon fontos ebben a játékban. Írja is ugye, hogy most száraz az út, gondolom lesz sár, meg lesz hó, meg jeges részen fogunk menni mindenfele. Ez tök jó, nekem tetszik, nagyon tetszik. Jó néz ki az egész, hangulatos. Gondolom akkor javítani kell a járművünket. Ugye láttátok, hogy a töltőképernyőn, vagyis a, nem is a töltőképernyőn, hanem a segédleteknél, ott mutatta, hogy gyakorlatilag fel lehet emelni. Gondolom kereket kell cserélni, meg mindent is lehet be rajt. Gyerekek, ez egy sorozatot meg fog érni, bár most látom. Mi az? Balra kell fordulni, álljál meg, tesó. Jó. Aszfaltos út. Mennyi a 5x5-ös tábla, tök jó, hogy kívül van a sebességkorlátozás. Itt egy benzinkút, figyeld. Ez jó lenne megállni, de most egyelőre ne. Wow! 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 Ilyenkor mindig nagyon mosolyognom kell, amikor egy jó játékot találunk. És az nagyon durva, hogy bárhol kiszállhatsz. És nem véletlenül mutatta, gondolom, azt a láncfűrészet. Mert gondolom szükségeltetik, majd kell. Ott az üzemanyag szintünk, lehet, hogy kellene volna tankolnunk egyébként. Mondjuk egy kormányt lehet, hogy be kellene üzemelnem hozzá. Ez jó. Emelkedő. Aha. Kéri az energy-t. Biztos vannak ilyen földes utak, ilyen sárosak. Meg lehet, hogy van ilyen, az a tipikus, tudjátok, amikor... bazán, nem is megy föl. Meg lehet, hogy vannak azok a... Tudjátok, ilyen ice roadok, amikor ilyen befagyott tavon kell átmenni. A téli időszakban ugye szoktak ott közlekedni kamionok, gondolom mindenki ismeri azt, vagy aki nem, az annak mondom, hogy van olyan, hogy így amikor befogynak tavak ilyen vidékeken, Alaszkában például, akkor használják, azon kialakítanak konkrétan egy ilyen utat, és akkor azt használják a kamionosok. Aha, itt van egy jobb kagyar, itt biztos ide szállítmányozni kell. Ott a kaja szintünk, meg a pia szintünk, meg van külön HP-nk. Hogyha van HP-nk, akkor valószínűleg, hogy az fogy. És el tudom képzelni, hogy olyan attól fogyhat, hogy nem tudom, még ilyet is el tudnék. 25 speed limit, jó, nem tudom. Nem tudom, mennyire vannak rendőrök, vagy trafipax, vagy ilyesmi. Hát, hogyha van speed limit, akkor valószínű, hogy van trafipax is. Jó, ott van mindig. Ja, a minimapnál írja, hogy mekkora a speed limit. 5x5-ös. Látom. Jó. És már 59 mérföld és ott vagyunk. Jó ez a játék, babáim. Jó ez a játék. Apátok végre talált egy igazán jó játékot. Én már most látom. Amivel el lehet lenni. Az tök jó, hogy lehet, kell kaját venni, meg mindenfélét. Ott van valami, ott volt valami... valami telep. Lefele megindult a verde, rendesen, hallod? Nem is nyomom a gázt. Hüha! Nagyon szalad. Mi? Itt jobbra kell vennünk majd. Okosba. 25-ös sebességkorlátozás. Ide bemegyünk. Jön egy mixer szembe. Itt is van valami, nézzétek. Ez is egy... valami kajálda, vagy mi van itt? Figyeld. Nem!
Itt valami műhely van, vagy van, nem tudom, hogy mi ez. Kincsre akadtunk, gyerekek, kincsre akadtunk. Azt írja, hogy az én nekem a főhadiszállásom a közelbe van. De most egy megcsinálom ezt a munkát mindenképpen. Mi volt ez? Imádom, amikor találok egy jó játékot, gyerekek. Egyébként nem is volt kicsi ez a játék, nem is tudom, ilyen 30 valahány giga. Közel 40. Úgyhogy már ez mindig egy jó jel. Hoppa, mi az? Állítottam a napellenőn. Wow. Valahogy itt balra be kell menni. Mindjárt jó van, oké. Fordulok. Ez valami olajfinomító. Refinery. Nagyon, nagyon jó. Nagyon kíváncsi vagyok. Az a baj, hogy már türelmetlen vagyok, hogy milyen dolgokat lehet csinálni itt. Hol lehet kajálni, honnan tudok kaját szerezni. Mitől mehet le a HP-m. Valószínűleg a karamboloktól igen. De úgy, hogy mitől mástól. Nagyon gyanús nekem ez. Mitől megy le a HP-ja egy kamionsofőrnek. Meghoztam az árut, testvére, egy kicsit megsérült. De azért jó lesz ez, higgyétek el. Ez az. Aha, igen. Hova, oda kell áldom? De? Rájak? Ott egy csóka, hallod? Ott egy ember. Igen, és megjöttem. És mit kell csinálnom? Rendesen le kell akasztanom? Hm. Mi ez a ciripelés? Olyan, mint hogyha valami megsérült volna, vagy valami. Nem vagyok jó helyen? Szerintem jó ez, gyerekek. Mindjárt ide, várjál, nyomok egy... Valami ciripel nagyon, nem tudom, hogy mi. Ugye kiszállunk, az beszélünk a csávóval, jó? Aha, le kell engedni a supportot, ugye? Ez nagyon jó! És itt leengedezik a sárvédő gumi, látjátok? Oké? Okay. Leengedtük. Le kell kapcsolni, ugye? Ide föl kell lépnünk. Úgy. Kábeleket, és ugye, hogyha kiveszed a kábelt, akkor vissza kell rakni a tartó helyére. Ide. A szoketbe be kell dugni, hogy ne lafogjon össze-vissza. És itt ilyen hangok vannak, ilyen gyár, ahogy működik. Kalapálnak, meg minden. Aha, most le kell engednem. Ezt nem is tudtam, hogy ezt innen kell leengedni. Mármint én azt gondoltam, hogy a kamionból. Hát ilyen LTS és beidegződések. Oké, okay, megtörtént. És mit kell most csinálni? Uh-huh. A pénzt kérjem el. Tiszteletem, megjöttem. Kell a lóvé. 2000. Jó, mennyi pénzünk van? Hol a pénzünk? Aha, itt hú, mi ez? Uh-huh. Inventory. Ez a benzinkút akar lenni, ugye? Store. Itt tudok aludni is. Ja, nem tudok aludni a kabinba. Vagy mehetek motelba. Uh-huh. Jó, oké, menjünk tovább, gyerekek. Ugye körülnézek egy kicsit. De mi ez a zakatolás? Le kellett volna állítanom a kamiont. Állítson be a... Hú, ez jó. Fölvehetek munkát, vagy pedig beállíthatom rútot a főhadiszállásomra. Hát nem tudom, ez a főhadiszállás, ez egy jó megnevezése, de valami hasonló igazából ez az egész.
Figyelj, ezt a kamiont leállítom, és én körülni akarok nézni itt egy picit. Csak ne fogjon az üzemanyag, jó? Meg úgy szirippel, nem tudom, mert heggerfejes lesz úgyis ez. Annyira jó ez az animáció, hogy száll ki. Látod a lábát a karakterednek, tudod, ahogy így ugrik ki. Körülnézek. Ja, itt lehetne jobot felvenni, gondolom akkor azt föl lehetne venni. Olaj, ugye olaj finomító. Gyerekek, bazze, ezt komolyan mondom. Tudjátok milyen feelingem van? Mint a King of the Road-nál, ott voltak ilyen nagyon sok ilyen olajfinomítós meló. Tök jó, és tök jó, hogy megvan itt csinálva, ilyen nagyon részletesen. Mint hogy, meg hogy hallod, hogy folyik a munka. Ez nagyon jó. És akkor ilyen embereknél tudod fölvenni ugye a munkát, mint például ő. Aha, a job manager konkrétan. Rohadt jó. És akkor menjünk a fővadiszállásunkra, megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Itt is van egy íze, itt is van egy tartály. Hát itt milyen munkákat lehet vállalni, gyerekek? Mert egyébként itt van a map, ugye? És ezek, amik itt vannak, ezek mind munka, logistic location-ök, ami azt jelenti, hogy az, ott mind munkát tudsz fölvenni, és itt vannak, nézzétek, itt vannak az Ice Road-ok, ugye? Ice Roads! Igen, és ez valószínűleg, hogy csak izékor van nyitva, télen, amikor befagy. És ezek ilyen rohadt veszélyesek, még filmek is készültek belőle. Nagyon jó. És ez mi ez? Nagyon jó. És föl lehet menni egész addig. Ice Roads. Gyerekek, nem kicsi el ez a map. Hol vagyunk mi? Mutatja, hogy hol vagyunk, vagy lehet valamit? Várjál, megnyitom még egyszer, valószínűleg középen leszünk. Aha, itt van, és nem is nem tudom, honnan jöttünk. Jó, menjünk, mindenképpen. Hát ez nagyon-nagyon jól meg van csinálva ez a játék, már most látom, tök igényes. Meg az tök jó, hogy animáció van minden, ez nem csak, hogy nem csak úgy, hogy nyomsz egy ebetűt, és akkor bekerülsz a kocsiba. Hanem így beszáll, ez őrült jó, ez nagyon jó. Na, meg ezek is tetszenek, hogy beindítod. Kézifék az... Aha, most kiengedtem, jó. Ezért akkor, ja, ablaktörlő. És van hangja, tök frankó. Fények. Exit, jó. Ezért akartam rádió, hol van? Most mit mondod, hogy copyrightos vagy nem copyrightos? Szerintem talán nem copyrightos. Mi van még itt? Igen. Van CB rádió. Aha! Vissza tudod állítatni magadat, vagy vissza tudod állítatni magad egy újra töltő szervizbe, vagy pedig egy workshopba. Az 4800-ba kerül le. Jó, menjünk innen szerintem. Ugye beállítottuk. Tök jó animációja van mindennek, figyeld, vált. Tekeri a kormányt. Na, küldjük meg be, de nem gép, hanem bírja. Szevaszt, hader! Megyünk, hazafele. Ezek a motorhangok is rohadt jók. Nem jön semmi, jó az. Álljál meg, baza, erre kíváncsi vagyok. Ha nem szedtem elég gyorsan vissza, ugye? Kisütöttem egy oszlopot. Hát ez rohadt jó. Ami nem olyan jó, hogy kiütöttem egy oszlopot, de viszont marha jó, hogy nem egy ilyen statikus tárt, tudod? Most aztán vissza kéne mennünk. Hogy tudok hátra menni? Ó, be tudok menni hátra a kabinba. Meg kell nézni. Jó van már te! Ha valami kaját kell nézni, azt írja. Éhes a karakterem. Ugye bemegyünk hátra a kabinba, megnézzük, hogy milyen ez az egész. Hát ez rohadt, nekem nagyon bejön ez a játék, gyerekek. Végre egy kamionos játék, amelyik nem annyira monoton. Nekem a Eurotruck Simulator 2 nekem azért nem tetszik leginkább, mert ilyen nagyon gyorsan repetitív lesz. Ebben meg ugye az tök jó, hogy lehet kajálni, meg minden.
meg mitől ki lehet szállni a járműből, körül tudsz nézni, valószínűleg egy csomó helyen majd kell interaktálni. A láncfűrészet nem véletlenül mutatta, gondolom lehet, hogy kidőlt fák lesznek az úton, azt el kell távolítanod. A fát szedni csak nem kell, gondolom, ilyen logging azért az nincs. Jó, elsőbség. Oké, gyerekek. Ja, a tükör az egy eléggé ritkán frissít. Pedig azt hiszem, hogy maxra feltöltöm mindent, grafikai beállítást, Epicre. Ez mi volt ott? Álljál már meg, álljunk meg! Kíváncsi vagyok úgyis egy-két dologra. Ide félreállunk. Nyomunk egy kéziféket. Meg figyelj, megállítom. Kíváncsi vagyok egy-két dologra, úgyhogy mindjárt meg körülnézünk, jó? Először is be akarok menni hátra a kabinba, megnézni. Ah, ennek is animációja van, tök jó. Van konténer, inventory. Aha, tök jó. Csokoládészelet. Az inventorünkben van chips, vagy egy csokoládészelet, az inventory... konténerben meg van chips. Mikrosütő, tudunk főzni, ne örítsé meg. És az autódnak, hogy milyen hangja van, ahogy elhúz mellettől. Mi van még itt? Ó! Oh. Van benne motorolaj. Van egy izé téli kabát. Meg hát valami olajzó, nem tudom, ez még coolant. Ja nem? Hűtő. Hogyha túlmelegedett hűtőt lehet vele hűteni, vagyis motort lehet vele hűteni. Beszélek össze-vissza, gyerekek. És lehet aludni egyet, ez tök jó, nagyon tetszik. Meg még egy csomó biztos van, csomó minden, amit nem vettem észre. Ja, meg itt volt valami, ezt nem lehet lootolni itt? Ez szerintem gyanús ez nekem, hogy ez mi volt. Ez rohadt jó. Meg egyébként már megvesz, figyelj, nem lehet megállítani? Újjaj. Indexelt! Indexelt, és utána kikerült. Hát ez tök jó. Mi van itten? Nem lehet. Azt hittem, hogy lehet, mit tudom én, valamit lootolni, de aztán lehet, hogy lehet majd. Lenyűgöző egyébként, amikor egy ilyen játékba ki lehet szállni. Nekem nagyon tetszik. Na? Haver, hát majdnem elütöttél azért. Úgy ezt nem akartam kinyitni. Nem akartam kinyitni. Be akartam szállni elnézést, csak hogy kellett... így. Mia. Jó, nem ellenőrzünk semmit. Hát zsirúj kamion, vagy nem tudom, vagy most kezdtük a játékot, csak nem kell után tölteni semmilyen üzemanyagot, vagy valamit. Na. Az a baj, nem lehet kilátni. Nem lehet kinézni, az egy kicsit probléma. Na, megyünk a főhadiszállásra, azt megnézzük, hogy mit kellene csinálni. Ja, egy kis kaját, azt lehet, hogy kellett volna ennem. Annak az autónak meg rendesen bedőlt. Így lapult a futóműve, amikor kanyarodott. Az is dicséretes tud lenni. Hát ezt lehet meghúztam. Egyébként azt nézem, hogy ott vannak az órán, jobb oldalt lent, különböző kijelzős. Ugye index. Van valami check engine. Vagy mi az valami lánc? Ja, kézifék, meg van valami lánc, nem tudom mi az a lánc. Na nézzük, mi az a fő hadiszállás. Ez jó nagy putri, ahogy látom. Ez nem is kicsi. Ó,
kaptunk 100 XP-t, mert discovereltük a főari szállásunkat. Jó, elvileg van itt valami iroda is, meg van valami garázs is, úgyhogy körülnézünk. Jó, gyerekek, lehet, hogy leteszem a gépet. Ezt kiszállunk, körülnézünk, jó? Megnézem, hogy tudok enni. Nyomjunk egy inventory-t, ja, így meg tudom enni ezt. Meg is ötten, jó van. Parkoljak le bárhol, és menjek be. Egyébként tök jól néz ki, nekem tetszik ez a játék. Bírom ezt a stílusú grafikát, ami nem akarja megváltani a világot, ilyen kicsit ilyen SnowRunner-es, nem? Srácok, legalábbis engem arra emlékeztet. Menjünk be. Jó, hát ide lehet akkor elvileg, aha, itt az office is. Ide lehet behozni a kamionunkat, hogy akarunk vele valamit szerelni. De jó. És itt van az office. Itt miket lehet csinálni? Rendes üzei van, basszus asztal. Truck dealer, managerli tudjuk a főoriszállást, munkák, bank. Föl 40 ilyen mert, stónaf. Nézzük meg, hogy mit lehet menedzselni ezen. Ez 10 000-be kerül, hogy legyen ilyen truck workshop egyesem. De szerintem, meg lehet, lehet izélni, alakítani. Van a parkolóim, 2000-ér. Tire workshop, gumi workshop, 5000-ér. Úgyhogy ezt lehet így fejleszteni, ez tök jó. Járműveket lehet. Ez most mi van? Ja, ez van nekem? Nem. Ezt lehet rendelni, ugye? Class 2-es. Class 3-as. Class 4-es. Nézzük meg a... Az igen, hallod? Ez nagyon komoly. Ezek biztos mennek. És el tudjuk adni, amíg van esetleg. Jó. Hát egyelőre gondolom most még nem kellene ezt. Ez mi ez? Ja, hogy csak át tudom alakítani magam. Jó, az nem akarom. Azt hittem, hogy ez valami más. Hoppá! Vagy pedig én értelmezem a rosszul? Nem. Oké, itt is tudunk aludni. Meg elvileg ide be tudnék állni szerintem. És akkor tudnék alakítani a járművemen. Egyébként rohadt jól meg van csinálva. Tök jó, hogy lehet fejleszteni ezt a főhadiszállást. Ez le van zárva, meg az is le van zárva. Meg kéne állni a kamionnak, meg kellene nézni. Meg hát valami jobot kellene választani. Ott van egyébként, gondolom, hogy a spring és a summer felénél vagyunk. Tehát most jön a nyár. Megpróbálok beállni. Megnézzük, hogy milyen az. Jó, gyerekek? Jaj, már tekeri a kormányt, hogy hülye, nem álltana beindítani az autót. Kézifényket ki. Megpróbálok beállni, hát remélem, hogy működik. Ez kinyílik magától az ajtó, vagy pedig nem lehet beállnom? Elég szűk ez a bejárat, nem? Vagy nem tudom, én érzem így?
Nem tudom, nem lehet ide válni? Nem ez a műhely? Miket lehet csinálni, gyerekek? Mit itt? Láncok. Ja, föl lehet rakni hátsó kerekekre láncokat, gondolom, hogy olyan van. De ezt nem lehet kinyitani, vagy belülről lehet kinyitni? Mondja, megnézzük belülről. Bár mondjuk ez nem workshop, de hát érdekes. Nem értem ezt az egészet. Nem tudom, hogy ezt hogy kell kinyitni. Van egy térképünk, Alaszka régió. Jó. Ó! Van egy konyhánk is. És akkor elvileg itt, bazza itt föl valami, gyerekek. Aha. A hűtőszekrény, és az is inventory kell. Hát itt rendesen be tudsz rendezkedni, marha jó. Nem tudom, ezt nem értem egyébként, miért nem tudok bejárni, de rendesen hallani, hogy zúg a jármű. Szóval oké, hogy így bejössz, vagy kimész. De akkor se szűnik meg a külvilág. Nem úgy működik, hogy betöltődik egy ilyen belső rész. Itt ezen az ajtón be tudok szállni. És hogy van animálva ez? Hát jó van, oké. De figyeljetek, megyünk már egy kört. Vagy pedig a... Hát ez, ja, ez bajos egyébként, hogy nagyon nem lehet kihajolni. Bár mondjuk egy ilyen nézetet nézhetnék. Gyerekek, kicsit ferezzünk fel, vagy pedig valami hasonlót csináljunk, kíváncsi vagy. Ez mi akar lenni? Ez mi akar lenni? Nem tudom, hogy ez mi. Most ez valami vicc, ezek ilyen küldetések? Mert azt írja, hogy kettő darab ember szerelmet érez, és akkor találkozni fognak. Mi ezek ilyen izék? Ezek ilyen... Mi ezek ilyen kilátópon? Menjünk már el egy ilyen helyre. Kíváncsi vagyok, hogy mi az. Hol vagyunk mi pontosan? Melyik a legközelebb ilyen hely? Oké, itt tudnánk vásárolni. Autóalkatrészek, ez tök jó. Ez mi? Ez van olyan jó, oké. Okay. Egyébként nincsen izé? Nyelvek között valamilyen? Más. Gameplay. English. Ennyi van? English van? Jó. Nem sok minden. Oké, okay, mindegy. Az egyik helyre, amelyik nagyon közel van, elmegyek, azt megnézem, hogy mi a tököm ez. Aha, és így. Meg lehet markolni. Szuper. 16 óra 5 fel, valószínű, hogy nem sokára éjszaka lesz, vagy pedig besötétedik. Gondolom, itt Alaszkában azért nem este 10-kor fog sötétedni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyenek az évszakok. Viszont egy kormányt ezt be fogok cűlni, ez biztos. Rágtök a vördára, a gépecskére. Lehet, hogy csak XP-t kapunk, hogyha meglátogatunk ilyen kilátókat, vagy ilyen érdekes helyeket. Ugye? A keresztetörésekben van 25-ös sebességkorlátozás. Egy ilyen karambolt, azt megnézzünk majd, hogy milyen. Maximum újra kezdjük, mondjuk lehet, hogy nem egy... Mondjuk lehet, hogy nem egy dömperrel kellene, vagy pedig ilyesmivel. Gyerekek, én megnézek egy ilyen. Nem, karambolt, azt majd utána nézzük meg, mert lehet, hogy valami rendőrségi ügy lesz belőle. Lehet, hogy mit tudom, milyen megbüntetnek, nehogy vége legyen a játéknak. Kapcsoljunk már valami villanyt. Most elvileg kapcsoltam valami villany, gyerekek. Jó. Oké. Okay. Ez koszosodik ez a kamion, jól látom? Jól. Kicsit meg vagyok illetődve. Megmondom őszintén, picit elveszettnek érzem magam ebbe a játékba még. Nagyon érdekesnek találom, csak tényleg elveszettnek érzem magam. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez. De meg van ott egy energiaszintünk is. Van kajaszintünk és van energiaszintünk. Az energiaszint gondolom alvással töltődik. Mondjuk az tök jó, hogy az éjszakákat mondjuk el tudod aludni, hogyha úgy van.
Irányítás tök jó. Nagyon panaszom nem lehet eddig a játékra. Content a térkép, tehát hogyha megnézzük, akkor azért van be. Várj, meglökjük egy picit ezt a csávót. Mi lesz akkor? Jó kis fizika, nagyon jó. Na kíváncsi vagyok majd egy... az mi ott? Ja, majd nem sokára kifogy az üzemanyagunk, azt jelzi. Van hőfokjelzőnk. Recseg, ropog a kaszti. Tök jó. Jók a hanghatások. Ott egy buszparkoló vagy, nem tudom mi volt az. Na, mi a fene van itt, gyerekek? Mit lehet itt csinálni? De se lehet menni vele. Nézzük már körül, rohadt kíváncsi vagyok, hogy mik ezek a pontok. Annyira bennem van, hogy meg kell állítani a járművet. Mi az a zene? Mi az a zene? Mi az a zene, gyerekek? Miért van zene itt? Ez egész pontosan hol mutatja? Aha! Kell venni egy kamerát. Érdekes pontok, érdekes helyek. Ez valami turista látványosság. Ami mit tudom én mikor nyillott meg. Ennyi? Nem lehet ezt, nem lehet valamerre elmenni itt? Ennyi az egész? Ez tök érdekes egyébként. Mindenhol van ilyen különböző pontok. Ó, bazza. Foglalkoztak a készítők elég jól a játékkal, úgy látom. De semmi más nincs érdekes. Ja, itt mutatja. Hogy egy ilyen kör, hogy ott van ez a pont, ami ilyen érdekes lehet. És nagyon jó. Jó a kamion, jól néz ki. Szuper, gyerekek, megmondom, hogy... Ne, megint itt ezt csináltam. Egy balesetet ki akarnék próbálni. Úgyhogy annyit megnézzünk még, gyerekek, hogy mi történik, akkor egy komolyabb baleset történik. Hogy összetörik a kamion, esetleg meghalunk, vagy pedig... Hoppá! Hoppá, gyerekek. Itt valahol... Aha. Ja, nyomsz egy ilyen helyen, és akkor meg tudod nézni, hogy ott van egy szerszámos láda. Úristen, mennyi mindent lehet a gumikkal kezdeni. Simán, hogyha megnyomod ezzel betűt, ez tök jó. Tire-rel lehet. Ott van a lock. Itt van minden, amit lehet használni. Ott van a battery. Oké. Okay. Tök jó, meg tudod nézni, hogy miket tudsz használni. Na jó, egy balesetet mindenképp okozunk. Max annyit csinálunk, hogy a következő részben újra kezdjük. De ez rajtatok múlik, hogy akarjátok-e. Kicsit durva voltam, de muszáj volt. Kíváncsi lennék, hogy bírja a terepet. De lehet, hogy vannak olyan kamionok, amik inkább jobban bírják a terepet. Ott egy rendőrautó, Dikasz! Hoppa. Hát látom, törésvonal az nincsen sajnos.
Meg ugye ez egy statikus jármű volt. Egyébként hol a damage? Hol mutatja a damage-et? Kár volt ide bejönnöm. Ez majdnem meg volt. Na jó van, csinálunk egy frontálist, kicsit begyorsulunk. Talán jön valami szembe még ezen kívül is. Ott jön! 40 mérföld! Ne! Hoppá! Balesetet okozol, akkor ilyen is történik. Szuper gyerekek, jó! Figyeljetek, szerintem elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Annyit esetleg akkor írjatok meg, hogy van-e kedvetek ahhoz, hogy legyen ebből sorozat. Engem érdekel egyébként nagyon, hogyha valaki játszott vele, az adhat tanácsot, hogy esetleg merre érdemes orientálódni, mit csináljunk. Ó, egyébként itt vannak a munkák, ugye? Uh-huh. Jó, oké. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek. Sziasztok!